Jó munkát végez a Kállai gyűjtemény, hiszen felhívja magára a figyelmet olyan szervezeteken keresztül is, amelyek tevékenysége nem kapcsolódik szorosan a múzeumhoz. Hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. Bár kevesen tudják, a Kállai gyűjtemény raktárában van egy több száz agancsból álló kollekció, sőt Élosvai Ferenc munkásságának egy része is megtalálható itt. Ezért időszerű volt újabb megállapodást kötnie az intézménynek, ezúttal az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezetével. Ez az egymásra találás azért is nagyon fontos, mert színesíteni tudják azt a palettát, amit ez a kulturális közök kínálni tud. Azt gondolom, hogy ez kölcsönösen előnyös mindenki számára, hiszen azért a vadászok is nagyon fontos szerepet töltenek be a környezetvédelemben, az erdőnek az igazgatásában, igazgatásában. És azt gondolom, hogy az ide látogató gyerekek, ők egy olyan pluszt fognak kapni, amely nem mindennapi esemény lesz az életükben. Ezt különböző gyakorlati foglalkozásokkal fogja biztosítani a Kállai gyűjtemény, melynek alapja a nemrég megnyílt Fények és színek című festménykiállítás. A gyakorlatban tulajdonképpen most, hogy a 24. február 24-i tartó kiállításunk alatt rengeteg foglalkozásunk lesz, amelyben solymász bemutatótól kezdve vadász bemutatóig is megvalósításra kerül, ebben ők nagy segítséget fognak adni. Ugyanakkor a vadászkamarának a telephelyére, székhelyére is ki tudunk menni gyerekekkel, gyerekcsoportokkal, ott is foglalkozással, ijászattal és sok minden mással fognak tudni megismerkedni, és ezt szeretnénk a későbbekben hasznosítani az általunk eltervezett napközis táborba is, ami az iskola vége után itt a Kállai gyűjteményben heti ciklusokban fog lezajlani. A megállapodás létrejöttének több oka is volt. Az egyik legfontosabb, hogy szeretnének változtatni a megszokott múzeumi stíluson és rendszeren. A múzeológiának szerintem ez lenne a lényege, hogy egy olyan komplex ismeretet nyújtson, amivel úgy szellemileg megelégedetten jön ki az ember a múzeumból, mert nem csak, hogy végigfutottam, láttam, megyek, hanem tudom, hogy mi van mögötte. Tudom, hogy ez hova tartozik a történelemben, a társadalma, a társadalom életében, hova helyezhető el, milyen technikatörténeti vagy technológiatörténeti ismeretek kapcsolnak hozzá, mert hiszen ott nyilván voltak a felfedezések. Az együttműködés elsősorban a fiatalokat célozza majd, szeretnék velük interaktívan megismertetni a vadászok világát. A vadászkamarának konkrét üzenete is van ezáltal a gyerekek számára. Bújjanak ki otthonról, és egy kicsit menjenek ki a napra, nézelődjenek, csodálkozzanak rá, hogy mi minden vesz minket körül, és ha nem is vadászokat szeretnénk belőlük csinálni, de fogadják el azt, hogy ez is a része az egész lényünknek, hiszen az ember emiatt, vagy ennek következtében tudott kiemelkedni az állatvilágból. A nemrég létrejött együttműködési megállapodás egy évre szól.